Kosztolányi Dezső csokornyakkendős képe mindenkinek ismerős az iskolai tankönyvekből, mint ahogy neve hallatán sokan felidézik az epikust, lírikust, vagy éppen az elragadó stílusú újságírót. A Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában most 100 képen láthatják az érdeklődők, hogyan pózolt a kamera előtt a műteremben, az írószövetségben, vagy otthon családi és baráti körben. A képeket a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezte kiállításba, és a budapesti bemutató után Széphalmon is megmutatják a nagy közönségnek. A tárlatot Fráter Zoltán irodalomtörténész nyitotta meg, aki azt mondta, Kosztolányi nagy pozőr volt, mégis ezek a képek legőszintébb pillanatait mutatják meg. Az egész életutat bemutatja, Kosztolányi fiatalkorától kezdve szinte az utolsó pillanatokig, és nagyon sokféle Kosztolányi van, mint ahogy a műveiben is sokféle Kosztolányi van, persze emögött van mégis egy egységes írói hang, vagy egy költői hang, de ő az életben is nagyon szeretett játszani, és ugyanezt csinált akkor is, amikor fényképezték. Szinte minden képét megkomponálta. A Magyar Nyelv Múzeumában is megkomponálták a kiállított képeket, hiszen az író Nyelv és Lélek című művének idézeteivel vezetik a látogatók gondolatait a képek nézegetése közben. Nyíri Péter főosztályvezető szerint így nem csak a költő életét mutatják be, hanem a nyelvművelő Kosztolányit is megismerhetjük. Kosztolányi Dezső nem csak a magyar nyelvnek, a formának, a nyelvi kifejezésmódnak az egyik legnagyobb mestere a magyar irodalomban, Arany János mellett ott van Kosztolányi is például, hanem ő nagyon tevékenyen bekapcsolódott a korabeli nyelvművelő mozgalomba. Tehát itt még Kosztolányit, mint a nyelvművészt, a nyelvművelőt akartuk bemutatni. Ő magáról azt mondta, hogy ő dilettáns nyelvész, neki szerelme a nyelv, mindent elolvas, amit a nyelvészek írnak, és hát hozzárakja a magáét. Nincs ember, aki ne szeretné a régi fényképeket. Fürkésszük a múltbéli arcokat, találgatjuk, hogyan éltek, mit éreztek. Egy nosztalgikus világ üzenetét hordozzák a Magyar Nyelv Múzeumában kiállított képek is. Kosztolányi Dezsőt mutatják be művészi portrén, vagy éppen amatőr felvételen. Feleségével és gyermekével, vagy barátjával, Karinti Frigyessel, íróasztalánál, oldalra biccentett fejjel, éppen versírás közben. S még ha tudatosan meg is komponálta a képeket, akkor sem érezzük hamisnak. Pontosan olyannak mutatják a régi felvételek, mint amilyennek az írásaiból képzeljük.